Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió Aranykor című műsorát látják. A családom szeretete és jósága erőt ad, ezt mondta Szabó Sándor Béla, akit 90. születésnapja alkalmából az önkormányzat is felköszöntött. A szépkorúnak Gombos István humánügyekért felelős alpolgármester adta át jó kívánságait. További jó egészséget családja körében. Ezekkel a szavakkal köszöntötte Gombos István alpolgármester a 90 éves Szabó Sándor Bélát otthonában. Sanyi bácsi 1925. július 1-én született Szombathelyen, és ott is nőtt fel. Édesapja a Honvéd törvényszéknél dolgozott, édesanyja pedig háztartásbeli volt. Boldog gyermekkora volt, szüleit azonban a háborús bombázás idején elvesztette. A tanulást ennek ellenére nem hagyta abba. Jeles eredménnyel végezte el az építészmérnöki iskolát, ezt követően Pécsen helyezkedett el. Szombathelyen születtem, apám honvéd tiszthelyettes volt, hogy mondjam, igazságos, szigorú ember volt, egy öcsém volt és egy húgom, az iskoláimat azt az alsó négy középiskolát Szombathelyen végeztem, és amikor apámat áthelyezték, mint katonát, Kassára, 38-ba, akkor kerültem fel Kassára, és ott érettségiztem a Hunfalvi gimnáziumba, mégpedig jeles eredménnyel. Azután dolgoztam, hogy mondjam, több helyen, geodéták mellett, furómunkásként, és azután, amikor a főnököm elküldött egyetemi felvételire, akkor ott jelesen felvételiztem, és elvégeztem az egyetemet jeles eredménnyel. Akkor elkerültem Szombathelyről Pécsre, és Pécset itt a Poronyi igazgató úr irányítása keze alatt kezdtem, először mint csoportvezető, aztán osztályvezető, végül pedig a Poronyi igazgató úr nyugdíjba vonulása után, mint a Geodézia és Térképészeti Vállalat igazgatója dolgoztam 86-ig, amikor 60 éves lettem, és akkor nyugdíjba mentem. És nyugdíjas korom óta pedig hát itthon vagyok. A fiam ugyancsak építőmérnök, földmérőmérnök, az is, hogy mondjam, sokat látogat, sokat segít, úgyhogy gyakorlatilag a család nagyon összetart, és élvezem a, hogy mondjam, a szeretetüket, meg a jóságukat. A születésnapi köszöntésen természetesen Sanyi bácsi lánya is ott volt, aki sokat mesélt édesapjáról. Mint mondta, apukája a világ életében szorgalmas, csendes és szerény ember volt. Munkatársai, alkalmazottjai pedig nagyon megbecsülték. Mindenki nagyon szerette, mert a cégnél, ahol dolgozott a Pécsi Geodéziánál, ő alakított ki egy ilyen családias hangulatot, és valóban olyan volt, mint egy nagy család. És én is emlékszem rá, sokszor odajártam ebédelni, mint egy család, olyan volt. Nagyon szerették. Sanyi bácsi 7 évvel ezelőtt költözött Dunaújvárosba, hogy a rokonokkal kölcsönösen segítsék egymás életét. Két gyermeke, 4 unokája és 2 dédunokája rendszeresen látogatja. Mint mondta, nyugdíjas évei békésen telnek, rengeteget olvas. Kedvenc írói közé tartozik például Vas Albert.
64 éve kezdték el Dunaújváros város építését. A Városalapítók Egyesülete, valamint Gombos István alpolgármester idén is koszorúzással emlékezett meg a város fennállásának 64. évfordulójára. Az ünnepségen az egykori városalapítók is megjelentek. Koszorút helyeznek el a Görbe utcai emléktáblára. Dunaújváros alapítóinak egyesülete, valamint az önkormányzat idén együtt emlékezett meg a város fennállásának 64. évfordulójáról. Az ünnepséget Gombos István humánügyekért felelős alpolgármester nyitotta meg. Kedves megjelentek! Év mint év eljövünk az építőkútja Görbe utca sarkára, hogy ezt a táblát megkoszorúzzuk. És tesszük mindezt azért, mert nagyon fontos számunkra, fiatalabbak számára, de elsősorban a város alapítók számára, akiknek ma a Dunaújvárosban élők köszönettel tartoznak azért, hogy egy élhető várost teremtettek számunkra. Egy olyan várost, amelyben jól érezzük, jól érezhetjük magunkat, hiszen önök, akik nagyban hozzájárultak a város építéséhez, ennek a közösségnek a formálásához, kialakulásához, nagyon nagy szükség van. Nagy szükség volt akkor, és nagy szükség van ma is. Az alpolgármester beszédében kiemelte, példaértékű, amit elődeink annak idején a városért tettek, és ezt soha nem szabad elfelednünk. 64. születésnapunkat ünnepeljük, mint várossá nyilvánítás. A köszöntő gondolataimban megfogalmaztam, hogy több mint 1000 éves múltra tekint vissza ez a település. Ráadásul mezővárosi rangra emelték, amit később elvettek, és a városépítést követően, illetve a vasműépítéssel kezdődött, 64 évvel ezelőtt újra városi rangra emelték. De az a munka, az az energia, amit az akkori emberek, a városépítők ebbe belefektettek, ezért mindenképp köszönet és hála. Hiszen azt kell mondjam, hogy a Dunai Vasmű mellett egy élhető, szép várost teremtettek. Ezért a köszönet jár, és a köszönet hangján kell, hogy szóljak. Azt gondolom, hogy a város alapítók szerepe ma is fontos. Fontos azért, mert azokat az emlékeket a városépítés múltjából ők magukban hordozzák. Emlékként, meseszerűen osztják meg a ma élő, Dunaújvárosban élő fiatalokkal, vagy fiatalabbakkal, így velünk is. Onnan tudjuk egy-egy település kialakulásának történetét, onnan tudjuk, hogy milyen nehézségekkel kellett megküzdeni. És persze ez a köszönet és hála jeleként megjelenő gondolatsor azt is takarja, hogy mi ma a városban élők és a város vezetést képviselők milyen fontos szerepet kell, hogy játszon a város építésének, fejlesztésének, csinosításának a folytatása. Hiszen elengedhetetlen, hogy újabb munkahelyeket teremtsünk. Elengedhetetlen, hogy a 64 évvel ezelőtt épült utak, járdák, épületek felújítása kerüljenek. Ezért joggal vagyok ma már büszke arra, hogy jó úton jár a mai városvezetés. Az eseményen természetesen az egykori városalapítók is megjelentek, akik meghatódva emlékeztek vissza a kezdetekre. Annak idején az alapítás időpontjában 1949 őszén és a fordulópontján, 50 elején, tulajdonképpen én a földmérőkkel együtt ezt a területet mértük fel. Én voltam, úgynevezett filigráns voltam, tartottam a botokat, a piros, meg fehér, sávos botokat, a földmérők pedig Kaszta Jenő mérnök úr 10 mérnökével, akik Budapestről jöttek le, azokkal naponta kijártam ide, erre a területre, és mértünk. Én pedig a jegyzőkönyvet vezettem. Mire haza mentek a mérnökök velem együtt, addigra készen volt a jegyzőkönyv. Úgyhogy a filigránsból
jegyzőkönyvi vezetővé avanzsáltam. És ennek örültek ők, mert észrevették, hogy ahelyett, hogy filigránskodok, ahelyett nekik lesz könnyebb, mert készen lesz a jegyzőkönyv, mire hazamegyünk este. Ez volt 1950 januárjában. Csodálatos dolog volt megérnem, hogy az én szülőfalumból kezdett felépülni ilyen város. Volt ennek hátránya is, meg előnye is. A szegény parasztok, akik bánkódtak, mert kezdett épülni itt, és a földjük hova lett? Mi lesz a kenyerünkkel? Hát rengeteg munkaalkalom volt viszont. Úgyhogy akinek kocsia volt, lova volt, az fuvarozta az anyagokat ide föl. Hát természetesen aztán már egyéb munkára is sikerülhetett be ágyazódniuk, és örültek, de a másik szemük meg könnyezett, mert elveszett a földjük, megkezdődött a kisajátítás. Én 52-ben itt dolgoztam a kis táborban 5 hétig. Itt építettük akkor pont az erőművet, és a békáztuk a kohónak az alapját. És aztán 55-ben lettem ide helyezve, novemberébe, azóta itt dolgozom. Néhány barátom, akik már benne voltak, Horti Jóska javaslatára megkérte, Jóska, gyere már ide, mert 55 óta ismertük egymást, gyere ide a város épjön. Mondom, hát én jogos, hogy ide jöjjek, mert már 52-ben építettem itt. Van róla nagy, zöld valami Sztálinvárosért egy oklevél. A Görbe utcai emléktáblát 14 évvel ezelőtt helyezte el a Városalapítók Egyesülete azért, hogy az utánuk jövők se felejtsék el azt a küzdelmet, amit a városépítők Dunaújvárosért tettek. Az alapítók ugye azért már a nevük is benn van, már akkor itt voltak, amikor ez a város elkezdődött épülni. Nekik itt van az életük, az ifjúságuk. Ez már számukra egy történelem. Úgy érezték, hogy valamilyen módon egyrészt meg kell emlékezni róla, másrészt az utókornak hagyni valami emléket arról, hogy ők mit tettek, hogy milyen volt az ő életük, és hogy milyen volt maga a város, amikor felépítették. Mindenkinek nagyon fontos, hogy emlékezzen a gyökerekre. Fontos az, még nekem is nagyon fontos, hogy az én szüleim honnan jöttek. A mai embereknek, gyerekeknek is fontos az, hogy az ő szüleik honnan jöttek. Én elhoztam az unokámat is magammal, ő is lássa, hogy a nagyanyja annak idején mit csinált a városért, mit csináltak a többiek. Tehát ahhoz, hogy egy erkölcsi tartást, egy érzést a városhoz, egy lokálpatrióta szellem kialakítását megtegyük a fiatalokba, az fontos, hogy ismerjék a múltukat, és a múltjukhoz hozzátartozik ez az emléktábla is. Kóbor Etelka hozzátette, a Városalapítók lelkes csoportjának még számos terve van a jövőt illetően. Szeretnék, ha Dunaújváros története még sokáig fennmaradna, így hamarosan újabb rendezvényeket terveznek. Sztálinváros, te csodás címmel új helytörténeti kiállítás nyílt az Interciza Múzeumban, amely bemutatja, hogyan is született az ország első szocialista városa. A tárlatot szeptember 30-áig tekinthetik meg az érdeklődők. Megnyílt az Interciza Múzeum új helytörténeti kiállítása, amely Sztálinváros tett csodás címet kapta. A tárlat azokat a korabeli dokumentumokat, fényképeket, képeslapokat és képzőművészeti alkotásokat vonultatja fel, amelyek hűen ábrázolják, hogyan is született az ország első szocialista városa. Ezek az emberek valamiben hittek. Tehát hit nélkül nem lehet csinálni még egy diktatúrában sem semmit sem. Farkas Lajos, az Interciza Múzeum igazgatója elmondta, a képeken szereplő emberek arcán a remény tükröződik, és ha ennek a reménynek egy kis darabját is sikerül visszaadni a mostani lakóknak, akkor a kiállítás elérte a célját. A városnak a születését próbáljuk bemutatni, és mint a bevezetőmben is mondtam, számomra egy kép fogott meg legjobban a mosolygós, kubikus hölgyeknek, tehát amikor az alapot ásták, a legelső
kapanyomár vágások, és ugyan azt a kitermelt földet, amikor bele helyezik a kubikus talicskába, és azt viszik, tehát a legelső momentumnál, és ami engem megfogott akkor is, nézve az arcokat, ezeket a régi gépeket, hogy ezek az emberek hittek a jövőben. Most teljesen politikától függetlenül, mert hogy azt nézzük, azért a legsötétebb kommunista diktatúrában volt ez, de akkor is itt nem a politikát kell nézni, hanem gyakorlatilag az embereket. Tehát azok az emberek, akik idejöttek, független attól, hogy milyen pozícióban mit csináltak, valahogy látszott, átitatódott rajtuk, hogy ők hittek valamiben. Volt egy remény, volt, hogy egy otthont, egy munkahelyet, egy várost fognak összehozni, ahol ők fognak élni. Maguknak építették, ahol ők a családjukkal, a barátjaikkal, azzal a közeggel együtt fogják a következő évtizedeket felépíteni. Egy várost felépíteni csak így lehet. Házat építeni nagyon nehéz. Én magam is próbáltam. Várost építeni még nehezebb. És ezt akármilyen parancsszóra nem lehet megcsinálni, akármilyen diktatúrikus vagy bármilyen politikai szituációs legyen, ezt az ember, ha hittel csinálja, akkor tudja csak véghez vinni, annélkül ez nem működik. Ezt próbáltuk ezekben a képekben visszaadni a mostani generációnak, a mostani látogatóknak, hogy a fiatalok, akik jóval később születtek, mint amikor ez a város, hogy ők is érezzék ennek a varázsát, ennek azt a bukéját, valójában, hogy mit is érezhettek azok az emberek akkor. Lehet, hogy ezek a képek, ezek a filmek az akkori propaganda hatására beállították őket, vagy teljesen minden, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy valahogy én úgy éreztem, mint muzeológus, hogy sokáig néztem kollégáim együtt, hogy ez a remény tükröződött az ő arcukon, és ha ez sikerül bemutatni, és ez sikerül úgy visszaadni a mostani lakóknak, városlakóknak, akkor azt hiszem, hogy, és ők is ezt így érzik, mint ahogy én, illetve kollégáim, akkor azt hiszem, hogy így lesz akkor sikeres egy kiállítás. A kiállítás megnyitójára természetesen az egykori város alapítók is meghívást kaptak, akik nosztalgiázva nézték végig a fényképeket. Mint mondták, Sztálin város valóban maga volt a csoda, hiszen összefogással és kemény munkával néhány év alatt maradandót alkottak. Fel kell éleszteni a múltat, hogy emlékezzünk arra, amiből annak idején valóban mi is lettünk, és valóban úgy tudunk viszonyulni ehhez, mint a miénk. Hát mi építettük, itt vagyunk, ott vagyunk, tehát különböző helyeken meglátszik a tevékenységünk. És ez az, ami visszavonz bennünket ilyen kiállításra. Sztálin városnak történetét én megírtam egy könyvbe. Egy elég vastag könyvbe. Abból 100, a könyvben 720 oldalas, és abból 130 oldal Dunaújváros építésével foglalkozik. Akkor, amikor még itt annyira nem volt semmi, hogy arattuk a Zabot annak idején, 1950 nyarán, ebbe az időtájban, mint most, és hatalmas nagy amerikai federál kocsik szállították az anyagot. Por volt minden. Jött a mezőrünk, a csőszünk, a nagy Feri bácsi, és kérdeztük tőle, hogy Feri bácsi tudja maga, hogy mi lesz itt? De nem tudok semmit. De mégis, mit hallott? Hát az vasmű lesz. Vasmű. Itt vasmű. Hát itt nincs semmi. Én akkor már közgazdát tudományt elvégeztem, mondom, itt minden megvan a lehetőség arra, hogy ne legyen vasmű, itt nincs kokszosítható szén, nincs salakképző anyag, nincsen, a vizen kívül nincsen szállítási lehetőség, nincsen létszám, nincsen ember, ide nem lehet csinálni. De mégis felépítették. Mégis felépítették, ugye ennek politikai kérdése volt, mert a Mohácsi kombinátot hozták fel ide, és állítólag van egy ilyen kis cifra mese, hogy védhetőbbnek találták, ha a Titótéle láncos kutya jönne támadni, mert akkor még a Titóval nem voltunk jó. Ide mindent, az utolsó szögig, ilyen kis kupakig, mint ez, szállítottak, a logisztika. Tudják, nem mindenki tudja azt, hogy volt idő a munkálatok során, hogy Magyarország összes teherautó állományának a fele itt dolgozott Sztálinvárosban. Minden, amit építettünk, itt maradt. Nem ment külföldre, nem vitték el, minden tudtuk, hogy ami itt van, az itt van.
itt is maradt, meg is van. A tárlat egészen szeptember 30-áig látogatható az Interciza Múzeum első emeleti kiállító termében. Szalmonella fertőzés. A nyári időszakban nagyobb figyelmet kell fordítani az ételek elkészítésére, tárolására, hiszen ezek a melegben hamarabb romlanak meg, így könnyen fertőződhetünk szalmonellával. Folyamatos a kiszolgálás ebben a dunaújvárosi étteremben. Naponta 5-600 adag ételt készítenek el. A kínálat változatos. Levesek, húsok, saláták, tej és tojás alapú ételek kerülnek ki a konyhából. Ezek elkészítésére nagy gondot fordítanak, főleg a nyári időszakban, hiszen a szalmonella fertőzés egyik fő oka a könnyen romló alapanyagok nem megfelelő tárolása. Amint megkapjuk, ugye itt bejön az áru, és ezen a folyosón itt egyből ugye közvetlen tárolás az nálunk biztosított. Kaszás Roland konyhafőnök azt mutatja, hova kerülnek a tojások, miután megérkeznek az étterembe. Ebben a hűtött raktárban tárolják felhasználásig. Mint mondta, nyáron nagyon fontos a könnyen romló alapanyagok mihamarabbi hűtése és az ezekből álló ételek elkészítése. Ebben az időszakban ezért kevesebb olyan étel kerül ki a konyhából, amelyeknél felmerülhet a szalmonella fertőzés. A szalmonella elkerülése érdekében először is minőségi tojással kell foglalkozni, és az a legfontosabb, hogy olyan beszállítótól kapjuk a tojást, ami biztos forrásból ered. És ezek után pedig, ami nagyon fontos, hogy a tojások minőségi ellenőrzés alatt menjenek át, és utána, ami pedig a mi feladatunk, az a megfelelő tárolás. Ez pedig hűtőtérben való tárolást jelent, és utána pedig, ami még fontosabb, az a megfelelő felhasználás, és a felhasználás után pedig a minél előbbi ételkészítés, illetve a fogyasztás. Tehát ez egy több lépcsős folyamat. Igyekszünk csökkenteni azoknak az ételeknek az elkészítését, amihez nyers tojás szükséges, illetve a tojássaláta és egyéb olyan termékek, amihez még ráadásul tejtermék is párosul. Ezt vagy azonnal hűtőtérbe helyezzük, vagy azonnali fogyasztásra használjuk fel, illetve azonnali eladásra és nem hosszú távú tárolásra. Mit tanácsolna azoknak, akik otthon nekiállnak sütni, főzni ilyenkor nyáron? Mire figyeljenek oda? Ilyenkor én mindig azt szoktam javasolni, hogy egyrészt ezeket a könnyen romló élelmiszereket, mint például tojás, tejtermékek, belsőségek, ami még nagyon veszélyes, ezeknek a fogyasztását, illetve elkészítését kicsit vagy mellőzzük, vagy ritkítsuk, és ilyenkor a friss idén jellegű zöldségeket, gyümölcsöket, szárnyas húsokat, alacsonyabb víztartalmú húsokat próbáljunk felhasználni. Ezek egészségesebbek is, jobban is esnek ilyenkor a nyári melegbe, és kevesebb tárolást igényelnek. A szalmonellák általában nagyon súlyos ilyen gyomorbérrendszeri tünetekkel járó megbetegedést okoz. Szabó Ignác házi orvos a szalmonella fertőzés tüneteit ismerteti. A baktérium hasmenést okoz, amelyet láz kísér. Ilyenkor a tünetek hosszabb ideig is fennállnak, mint egy vírusos megbetegedésnél. Ez általában hasmenéses, gyomorbérrendszeri, hányásos tünetek formájában jelenik meg. Ami esetleg erre utalhat, hogy szalmonellában fertőzés, általában súlyosabbak ezek a fertőzések, nem hogy egy-két nap alatt lezajló kis kóbor hasmenésről van szó, hanem egy erősebb, súlyosabb, kiszáradással járó kórképpel állunk szemben, és általában csak a tenyésztéses vizsgálatok fogják megmutatni, hogy ez szalmonella kórokozó által kiváltott fertőzés. Főleg az elfogyasztott élelmiszerekre kell figyelnünk, a minőségére, a megfelelő hűtésre, illetve a élelmiszereknek a tisztán tartására. Hűtőszekrényeket általában rendszeresen tisztítsuk ki, mert sajnos rengeteg kórokozó lehet a hűtőszekrényekben, ha ott az ételek nem megfelelően vannak tárolva. A házi orvos kiemelte, ilyenkor fontos, hogy figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, mert hamar kiszáradhat a szervezet. A szalmonella fertőzés megelőzése érdekében pedig érdemes odafigyelni arra, hogy mit fogyasztunk. A szavatosság ellenőrzése mellett az ételek készítésére is nagy hangsúlyt kell fektetni. A nyári időszakban ajánlatos az idény jellegű zöldségek, gyümölcsök, valamint a szárnyas húsok fogyasztása. Ezek nem csak egészségesebbek, de jobban is esnek a nagy melegben. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss adással legközelebb pénteken jelentkezünk. Tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!